Pap Kristoffal is azzal kezdtem, hogy ideje korán véget ért számára a bajnokság, ezért ugye volt már egy kis ideje pihenni. Sajnos neked is, ráadásul nektek, a Gyergyónak nagyon furán ért véget a bajnokság, hiszen nem tudtatok kiállni a Fradi ellen betegségek miatt. Hogy élted meg ezt a dolgot? Hát szerintem nagyon rosszul, így az egész város, meg az egész csapat főleg. Ilyet még nem tapasztalt talán senki, hogy egyszerre 10-12 ember tüdőgyulladással kidőljön, de hát ez van, nem tudtunk mit csinálni. Majd jövőre újra próbáljuk. Hogy vannak, akik tüdőgyulladással kidőltek? Most már úgy tudom, hogy mindenki edz, úgyhogy szerencsére mindenki meggyógyult, úgyhogy legalább ez egy pozitív dolog, hogy felépültek a betegek. Téged elkerültek a betegségek? Jó formában érkeztél most itt a válogatott összetartásra? Igen, szerencsére én nem kaptam el a betegséget, úgyhogy minden rendben van velem. Köszönöm a kérdést. Mennyire vagy elégedett egyébként a saját teljesítményeddel, hiszen mondhatjuk, hogy bár nem úgy fejeződött be ez a bajnokság, ahogy szeretétek volna, de azért neked személy szerint ez az idény, ez megint így felfelé indultál el a hokiban. Igen, én is úgy érzem, hogy jót lett a váltás. Nagyon jó társakkal játszottam egész évben, és sikerült tényleg gólt lőnöm. Annyi volt a különbség előző évekhez képest, hogy a helyzeteimet nagy részbe belőttem. Ezek meg voltak előző évben is, csak mondjuk minden ötödik lövésem, vagy tizedik ment be, idén pedig minden harmadik. És mi okozta ezt a változást? A szerencse is, a kisfiam születését is ide sorolnám. Így minden összejött most, hogy így sikerült. Jó, hogy megemlítetted a kisfiad születését, hiszen meg is akartam kérdezni, hogy ez is közrejátszott benne, illetve mennyit hagy aludni téged? Szerencsére jó alvó, úgyhogy sokat tudok pihenni, illetve ha fel kell, akkor a feleségem is ott van, úgyhogy ő is segít. Úgyhogy mindenféleképpen pozitív hatással van így a életünkre, a karrieremre is, úgy látszik. Ha már említettem, hogy régen történt olyan, hogy ilyen jó szezonod van, vagy hogy ennyi gólt lőj, az is régen volt már, hogy te világbajnokságon szerepelj, most itt a lehetőség, hogy bizonyíts Sean Simpsonnak. Hogy érzed, mekkora lesz a harc itt a csapatba kerülésért, és neked mekkora esélyed van, hogy ott legyen jobbjanában? Hát esélyekről nem nagyon tudok mit mondani, ez majd az edzők feladata lesz, hogy ők jelöljék a végső keretet. Valóban nagyon rég voltam, ugye Krakkóban, ez egy nagyon szép élmény volt, meg fog tenni minden tőlem telhetőt. Önbizalmam most van egy ilyen szezon után, aztán majd az edzőistáb kijelöli a legjobb 20+2-t, és eldöntik, hogy kivel állnak ki a jubjanai VB-n. Krakkóban ugye feljutást ünnepelhettetek, és most is egészen jó esélyek vannak a feljutásra, főleg azok után, hogy Ausztria, Franciaország az A-csoportba felment az oroszok, fehér oroszok kizárása miatt. Megkaptuk Litvániát, egyel kevesebb csapat is van, illetve előre léptünk a rangsorban, és csak az első két hely valamelyiket meg kell szerezni. Te hogy látod, nőtt rajtatok a nyomás ezzel kapcsolatban, hogy most már esélyesként tartanak titeket számon a feljutást, illetve? Természetesen ez egy hát nem úgy kell megélni, mint egy plusz teher, de tudja mindenki, egy hatalmas lehetőség előtt állunk ezzel, hogy akit említették, két csapat felment az A csoportba. Meccsről meccsre kell haladni, tehát az első meccs pont Kóra ellen lesz a VB-n, ha jól tudom, úgyhogy arra a meccsre kell koncentrálni, de előtte még lesz talán 4 felkészülési meccsünk, úgyhogy most még majd a jövő csütörtökén koncentrálunk, és napról napra fejlődünk, ez az edzőkérése is. Van ugye 3-4 hetünk arra, hogy teljesen készen álljunk. Ugye Ukrajna ellen játszunk majd két mérkőzést, illetve lesz egy Szlovénia és Dél-Korea ellen, utóbbi kettő ellenfelünk is a VB-n. Ez jó ilyenkor, hogyha feltérképezzük egymást? Hát szerintem igen, ez az edzői stáb meg a menedzsmentnek a dolga, hogy kijelölje így az ellenfeleket. Mi ezzel nem nagyon foglalkozunk, akiket ők szerveznek nekünk, mi játszunk. Szerintem jó dolog egyébként, hogy nem akkor találkozunk velük először. Ugyanakkor ők is tudni fogják, hogy mi adott szituációban mit csinálunk, de minden szisztémára van egy vagy kétféle taktikai elem, úgyhogy ez majd az edzőknek a sakkmeccse lesz. Ugye te is emlékszel Krakkóban, hogy magyar város lett Krakkó. Ljubljana megint csak nagyon közel van, és hát a szurkolók ki vannak éhezve arra, hogy világbajnokságon lássák a csapatot. Nálatok ez hogy csapódik le? Csak azért kérdezem, mert a férfi kézilabda válogatott nem annyira tudta kezelni januárban az EB-n, hogy nagyon sokan szurkolnak nekik, és nyilván most ha nem is 22 000-en fognak kimenni Ljubljanába, de ott lesz egy bizonyos tömeg, és azt várja, hogy ti feljussatok az A-csoportba. Ti ezt hogy tudjátok kezelni? Szerintem nagyon jól évek óta. Ezt jó értelemben mondom, én megszokhatta a váltot, hogy nagyon sokan elkísérik még a világ másik felére is,
és nagyon örülünk nekik, ha ott vannak, hatalmas pluszt adnak. Nem érezném úgy, hogy nyomásként kezeljük, hanem inkább ők a hatodik játékos a jégen. Ugye 2019-ben volt utoljára a VB, neked meg aztán még korábban. Mennyire van a csapat kiéhezve erre, illetve te magad? Szerintem mindenki nagyon várja azt, hogy újra világbajnokságon, illetve újra szurkolók előtt játszhasson. Ráadásul jók az esélyeink is, úgyhogy nagyon ki vagyunk éhezve, így a kérdésedre válaszolva. Ugye sokan még nem tudtak most csatlakozni a válogatotthoz. Hál' Isten azért, mert a Fehérvár például döntött játszik az ICJ-ben. Néztétek tegnap a meccsüket? Persze, mindenki, aki tudja, figyelemmel kísérje, együtt néztük a szobába, meg már az előző meccseket is figyelemmel követtük. Én pedig, mint fehérvári születésű, még inkább szívemben viselem őket, meg követtem őket egész szezonban, úgyhogy örülök neki. Aztán majd ők is csatlakoznak, hogyha reméljük, miután megnyerték a bajnokságot. Azért azt jól látni, hogy a magyar játékosok is nagyon jó formában vannak, és ez a válogatottban is úgy gondolom, hogy pozitívumként csapódhat le, te azt hogy látod? Igen, mindenféleképpen sok sikert, vagy történelmi sikert írtak ebbe a szezonba. Úgy gondolom, hogy nem fognak azzal megelégedni, amit a klub csapatban értek, hanem a váltottal is szeretnének egy ismét történelmet írni.